Hidd a kapitánynak, kész van már a kalibráció, vagy csak nézelőd? Nyugi, Don, megyek már és csinálom. Inkább nézd át a befogókar működését. Ne akkor derüljön ki, hogy valamit nem tudsz, amikor utolértük az aszteroidát. Akkor is elkapnám azt a kődarabot, ha álmomból felkeltenél. Már a suliban is én voltam a legjobb a kézirányítású célzó rendszerek működtetésében, emlékszel? Na ne. Ezért bíztam rád a robotkart, és jöttem le helyetted hajtóanyag áramlatot kalibrálni. Egyáltalán hol van a kapcsolótábla? A gyűrű legvégénél közvetlenül az átjáró előtt. Csak vásd át az automata áramlat szabályzót a lenti állásba. Ha szerencsénk van, nem kell tovább szöszölni vele. Vettem. Mindjárt kész. Ó, hogy csipkézni ki egy meteorit. Nem megy a szabályozó. Akkor nincs mese, kalibrálni kell. Az átjáró termináljáról be tudsz lépni az áramlás vezérlésbe. Állítsd úgy az értékeket, hogy mindegyik határon belül legyen. Értékek beállítva. Most már működnie kell a szabályozónak is. Nálad mi a helyzet? Ariel befejezte a robotkar installálását. Épp most érünk az aszteroidához. Ügyes legyél! Nehogy neki menj vagy ilyesmi. Pedig épp készültem frontálisan ütközni vele. Na jó, kedvedét lemondok az élményről, de csak most az egyszer. Vicces fiú. Űrhajózási alapismeretek második fejezet. A jó kapitány megbízik a legénység képességeiben. Ahhoz túl jól ismerlek. Hajtóanyag áramlás megfelelő. Mi a helyzet az aszteroidával? Épp most tettem be a mintát a B2-es részleg mintatárolójába. És képzeld, nem karcoltam meg a hajót, közben egy kicsit sem. Nem, öregszel, Don. Megyek és elvégzem az elemzést, mielőtt oxidálódnak a komponensek. Biztos, hogy meg akarsz küzdeni a részecske mikroszkóppal? Ariel már használt olyat ezelőtt. Én inkább rábíznám. Kösz, de kösz nem. Majd belenézek az adatbázisba, ha nem értek valamit. Te tudod főni. Megköszönném, ha nem főnéznél, mint egy 7 éves gyerek. Rendben, főni. Hosszú lesz az az utazás. Vajon hogy működik ez az izé? Na, lássuk, mit találunk benne. Don, jelentkezz! Hallottam valami furcsát. Az egyik házból jön. Utána nézek. Csak óvatosan. Úgy látszik, mégsem olyan kihatalanító, mint azt gondoltuk. Nehogy megtámadjon egy szörny, és átharapja a torkodat. Kösz. Így már sokkal kevésbé ijesztőbe menni. Bocs. Valószínűbb, hogy tényleg nem szörnyeket találsz. Lehet, hogy csak néhány űrkalózról van szó. Ne aggódj, ők csak simán lelőnek. Abba hagynád? Megőrülök tőled. Láttam valakit. Megpróbálom utolérni. Bezárta az ajtót, nem tudom kinyitni. Nézd körül hát, ha találsz valamit, ami segít. Nem is tudom, elég félelmetes ez a hely. Találtam egy szekrényt, de be van fagyva az ajtaja. A hőpisztolyodban van elég nafta, hogy rámelegíts? Dehogy van. Majdnem teljesen üres.
körülnézek, hát ha találok valamit, amit használhatok üzemanyagnak. Ez elég kevés, de a jeget fel tudom vele olvasztani. Bingo, ezzel már akár hegeszteni is lehet. Ráadásul tele van. Visszamegyek az ajtóhoz. Te tudod, de lehet, hogy jobb lenne, ha bezárva maradna. Meg kell tudni, hogy mi folyik itt, és hogy hogyan menekülhetünk el. Akárki is bújt el abban a szobában, segíthet nekünk. Vagy megehet minket vacsorára. Neked nem kell félned. Nem hinném, hogy bárkinek lenne hozzád gusztusa. Lássuk, mit szólsz 5000 Celsius fokhoz.